Emmanuel Macron Hollandiában sem tud elbújni a politikáját bírálók elől. A francia elnök éppen az EU jövőjéről tartott beszédet, amikor a közönség egy része elkezdte kifütyülni. Mint kiderült, ők is az államfő tervezett francia nyugdíjreformja ellen tiltakoztak. Miután helyreállt a rend, azt mondta, Európának gyorsabban kell fejlődnie, hogy versenyben maradjon az USA-val és Kínával szemben. Ez létfontosságú, mert különben el fogjuk veszíteni a szuverenitásunkat és a döntési jogköreinket. Most csak amerikai és kínai technológiák segítségével válhatunk karbonsemlegessé 2050-re, így viszont kiszolgáltatottak leszünk. Ha nem fejlesztünk, rengeteg ember el fogja veszíteni a munkáját, és mi semmit se tudunk majd tenni ez ellen. Vázolt igen pesszimista jövőképet Macron. Az elnök nemrég tért haza Kínából, ahol amellett, hogy megpróbálta erősíteni a két ország kereskedelmi kapcsolatait, leszögezte. Franciaországnak és egész Európának a saját útját kell járnia, keleti vagy nyugati befolyásolás nélkül.